Én is üdvözlök mindenkit. Lehet látni a prezentációnak a nyitó diáját? Primán. Rendben. Sziasztok! Köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenek előtt szeretnék gratulálni a diákoknak. Én magam is a zsűri tagja voltam, aki bíráltam több kategóriában a pályázatokat. Idén kiemelkedően színvonalas munkák is érkeztek, úgyhogy nagy örömmel néztem a blogokat, a weboldalakat, az animációkat, és öröm azt látni, hogy a fiatalokat újra elkezdte érdekelni az űrkutatás, újra elkezdte érdekelni a bolygók világa, és úgy gondolom, hogy ebben nagy szerepe van annak, hogy az elmúlt időszakban a Mars a rivaldafényben tündököl ismét, úgyhogy a mai előadásomban egy kísérletet teszek arra, hogy bemutassam az elmúlt hónapok legizgalmasabb eseményeit. Hogyha érdekel titeket, akkor bízom benne, hogy nagy örömmel hallgatjátok így péntek délután, és utána pedig következhet az eredmények kihirdetése. Hogyha már az a címe az idei MANT pályázatnak, pontosabban a tavaly kiírt MANT pályázatnak, hogy turista út a kedvenc égitestemre, akkor ugye el kell mondjuk azt, hogy 50 évvel ezelőtt az emberiség turista útra indult a Holdhoz, ahonnan így nézett ki a kék bolygónk visszatekintve, és ez nagyjából 384 ezer kilométeres távolságban van a Földtől. Ma pedig már arról ábrándozunk, hogy turista útra induljunk a Marsra, amelynek a felszínéről a Föld egy fehér, fényes pontként tündököl az égbolton, fényesebb, mint a csillagok a Marsegén, de nem több, mint egy fényes kis pöttyöcske, és hát ez bizony 384 millió kilométeres távolságban is lehet tőlünk, tehát a turista út hosszúsága az akár ezerszerese is lehet a Holdra indult űrhajósok által megtett távolságnak. Most egy animáción ez kb. Így néz ki, látszódik a videó, amit most vetitek a megosztásban? Azt látjuk, ahogy a Földről elindul egy űreszköz a Mars felé, és mire elér a Mars távolságába, addig a Mars is pont odaér, megmutatom még egyszer. Így. Azt látjuk, hogy el kell indulni a Földről körülbelül 9 hónappal a randevú előtt, és mire az 500 millió kilométeres távolságot megteszi az űreszköz a világűrben, elér a Mars pályatávolságához, addigra a Mars is pont odaérkezik, és tudnak randevúzni. Most, hogyha majd valaki turistaként eljut a vörös bolygóra, akkor nem árt ismerni a térképét, a nagy tájakat és a domborzatot. Ugye ezen a domborzati térképen színek jelölik a magasságokat, és nagyon szépen kirajzolódik a Mars kettős felszíni domborzata. Az északi féltekén mélyföldek húzódnak, ezeket kék színek, árnyalatok jelölik, a déli féltekén pedig felföldek, magasabb térszínek helyezkednek el, és hát a legizgalmasabb tájegységek, mint például a vulkánokkal tűzdelt Tarsis-hátság, vagy a földi Grand Canyonhoz hasonlított, egyébként tévesen földi Grand Canyonhoz hasonlított Mariner völgyrendszer, pedig a két felszíntípus találkozási pontjánál helyezkedik el. Hogyha tényleg turisták lesznek a Marson, akkor szerintem a legizgalmasabb célpontokat már most érdemes megjegyezni. Az egyik ilyen, ugye az Art-táblahegy, ez látható most a képen, amiről egy 1976-ban készült űrfelvétel alapján sokáig azt hitték az emberiség egy jelentős részének képviselői, mondjuk azt, hogy az áltudományok iránt fogékonyak, hogy ez bizony egy emberi arc formája a Mars felszínén, amit egy ősi civilizáció készített. Aztán ugyanerről a szikláról később fejlettebb űreszköz jobb felbontású képet készített más megvilágítási viszonyok közepette, és kiderült róla, hogy ez bizony egy közönséges táblahegy vagy tanúhegy, hasonló azokhoz a bazalt platókhoz, amiket a Balaton felvidéken is megtalálhatunk, például a Badacsony vagy a Szentgyörgy-hegy alakzata. Ettől persze még népszerű turisztikai célpont lesz, ebben biztos vagyok. Aztán, aki a vulkánok iránt érdeklődik, érdemes a Marson majd az Olympus-hegyhez ellátogatnia, hiszen ez a 26 kilométer magasságú tűzhányó, már nem aktív tűzhányó, ez elképesztően nagyméretű, a naprendszer legmagasabb ismert tűzhányója, és 10-20 millió évvel ezelőtt még úgy tűnik, hogy működött, láva folyások képződtek rajta.
Szerintem a Mars legszebb tája a Mariner völgyrendszer, vagy egzotikusabb nevén a Valles Marineris, amely egy 4000 km hosszúságú hasadékvölgy terület a marsi egyenlítő mentén, és ha lesz lehetőségetek befizetni egy sétarepülésre, vagy egy séta űrhajózásra, akkor én mindenképpen ezt a helyszínt javaslom, egy háromdimenziós látványképen, egy megmodellezett látványképen ezt fogjátok majd saját szemeitekkel átélni, ezt a látványt. Lehet, hogy akkor már picit idősebbek lesztek, de szerintem érdemes várni erre az alkalomra. Aztán, aki a sivatagokat szereti, az is érdemes ellátogasson a Marsra, hiszen rengeteg helyen vörös dűnemezők borítják a felszínt. Később majd, ha járművel közlekedtek és elakadtok a dűnék között, akkor legyen nálatok lapát, ahogy Matt Damon is kiásta a járművét a Marsi című filmben, lehet, hogy nektek is majd kell ilyenfajta kiszabadító hadműveleteket tennetek. Aki pedig a síelés szerelmese, annak mondom, hogy a poláris jégsapkák is vonzó célpontok a Marson. Mindkét pólusnál fehér jégsapkák borítják az égi testet, de ellentétben a Földdel, ahol a jégsapkák vízjégből állnak, a Marson a jégsapkák nagy része a légkörben található széndioxidból fagy ki, tehát ezek főként száraz jég sapkák, legalábbis a felszínük, és alatta a mélyebb rétegekben húzódnak vízjég rétegek is, de a Marssal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy kétféle jég létezik a felszínén, a vízjég és a száraz jég, ráadásul az utóbbi, a száraz jég az tavasszal visszaszublimál a légkörbe, ősszel pedig kifagy a légkörből, így a jégsapkák látszólagos kiterjedése az évszakonként változik. És hát aki a geológia iránt érdeklődik, az is izgalmas dolgokat talál a bolygón, ősi, több milliárd évvel ezelőtt képződött üledékes rétegsorokat, és szintén nagyon régi, a Mars fiatal korában kialakult völgyhálózatokat, amelyeket annó a folyékony víz alakított ki, de ma már ezek üres, száraz völgyek, tehát ma már nem folyik benne a víz. Viszont az utóbbi évek kutatásai alapján az derült ki, hogy az ősi száraz folyóvölgyek mellett fiatal vízmosások is találhatók az égitesten, geológiai értelemben fiatalok ezek, tehát néhány ezer vagy néhány tízezer évvel ezelőtt jöttek létre, ezek pedig arra utalnak, hogy akár a közelmúltban is jelen lehetett folyékony víz a Mars felszínén, tehát mondhatjuk azt, hogy a Mars a múltban is nedves bolygó volt, és bizonyos körülmények között a geológiai értelemben vett közelmúltban is jelen volt a folyékony víz az égitest felszínén, ez pedig reménykeltő az élet utáni kutatások szempontjából. Tehát így foglalnám össze a Marsról rendelkezésre álló ismereteinket, asztrobiológiai potenciál, vagyis lakhatóság szempontjából. 4 milliárd éve fiatal korában a Mars egy földhöz hasonló nedves égitest volt, aminek a felszínén aktív vízkörforgás zajlott, tengerek, óceánok vize gyűlt össze, csapadék hullott a légkör felhőiből, ma viszont egy vörös Mars időszakát éli, száraz, fagyos, sivatagos bolygó, ahol nem sok esély van az élet, a földi típusú élet létezésére a felszínen, de nekünk éppen az a kihívás, hogy megtaláljuk a múltbeli élet nyomait, ezeket a bizonyítékokat, amiket biomarkereknek szoktak nevezni, és ezáltal nyilvánvalóvá váljon az, hogy a Földön kívül, itt a naprendszerben egy másik égitesten is kialakulhatott az élet. Tehát ezt ma még nem tudjuk, csak azt, hogy a múltban a Mars Földhöz hasonló környezetet kínált az élet számára, tehát minden szükséges feltétel adott volt az élet kialakulásához. És hát éppen ezért napjainkban már nem csillagászati távcsövekkel, hanem bolygókutató űrszondákkal vizsgáljuk a bolygót, hiszen oda kell mennünk, keringési pályára kell állni körülötte, hogy műholdképeket készítsünk, vagy le kell szállni a felszínére, hogy anyagvizsgálattal, mintavétellel, biokémiai kísérletekkel kereshessük a választ az előbb feltett kérdésekre. Ha megnézzük, hogy 2021, ez év januárjában hány űrszonda dolgozott a Mars térségében, akkor ezen az ábrán látjátok, hogy 6 keringőegység és 2 felszíni leszállóegység volt aktív a Marson. Tehát 2021 elején néhány hónappal ezelőtt 8 űrszonda vizsgálta egyszerre az égitestet. Azonban a 2020. évi indítási ablak, amikor űrszondát lehet gazdaságosan indítani
a Földről a Mars felé, különösen kedvező feltételeket kínált, idézőjelben csak 62 millió kilométer volt a távolság a két bolygó között, és az előbb mutatott animáció szempontjából ez azt jelenti, hogy 9 hónap helyett 8 hónap alatt oda lehetett érni, üzemanyagból sokkal kevesebbet elég volt berakni az űreszköznek a hajtóművébe, tehát kisebb tömegű rakétát lehetett használni, olcsóbb volt az indítás. És éppen ezért 4 űrszonda indítását is tervezték ebben az ablakban. Az egyik az Egyesült Arab Emirátusok Hope Orbiter nevű keringőegysége volt, ez 2020. július 19-én indult. A másik Kína Tianwen-1 missziója volt, ami egy keringőegységet, egy leszállóegységet és egy guruló kis járművet, egy Mars rovert is tartalmaz. Ez július 23-án indult. A harmadik a NASA-nak a Mars 2020 rover nevű küldetése volt, ami egy helikoptert is vitt magával. Ez kis halasztás után július 30-án indult el. És a negyedik lett volna az Európai űrügynökségnek, az ESA-nak a Rosalind Franklin roverja, amely az ExoMars küldetés sorozatba illeszkedik. Ezt az utóbbit sajnos a koronavírus járvány miatti késlekedések okán el kellett halasztani, ezért majd a következő indítási ablakban 26 hónappal később tud elindulni. De az előbb említett három űrszonda elindult, és ma már tudjuk, hogy sikeresen meg is érkeztek a Vörös bolygóhoz. Először hadd említsek néhány információt az arab űrszondáról, ami tehát a Hope Orbiter nevet kapta, és hát természetesen ez az arab világ első bolygókutató űrszondája, ami hatalmas siker, éppen az Emirátusok alapításának 50. évfordulóját jelképezi, hiszen nemrég volt 50 éves az ország, és ilyen módon az Emirátusok űrügynöksége az 5. űrügynökség a Földön, amely sikeresen elérte a Marsot. Arabul a neve Al-Amal, az űrszondának ez reményt jelent, egy 1350 kg-os szerkezetről van szó. A rakéta, ami indította, az nem arab gyártmány, az egy japán rakéta volt, és idén, február 9-én állt Mars körüli pályára. Hát ennek a keringési pályája, az egy elnyúlt, távoli pálya, a kutatási programja pedig ehhez illeszkedik. Elsősorban a légköri folyamatokat, az időjárást, az éghajlatot vizsgálja, és fontos megemlíteni, hogy a rajta lévő szenzorok amerikai egyetemek közreműködésével készültek, tehát a tudomány világában a mérnökök, tudósok között nyoma sincs annak a fajta kulturális meg nem értésnek, ami mondjuk a politikát jellemzi az arab világ és az Egyesült Államok között. Szerintem ez nagyon jó hír. És a másik jó hír, hogy a küldetés tudományos csapatának 80%-át hölgyek teszik ki. Ezen a képen például az Al-Amal tudományos programjának vezetőjét láthatjátok, aki elképesztő lelkesedéssel és szakértelemmel beszélt a pályára állás utáni sajtótájékoztatón a küldetésről. Itt egy hangulatkép, egy pillanatfelvétel az irányító központból, tehát amilyen módon a NASA mérnökei a NASA irányító központjában örülnek, tapsolnak és ünneplik a sikert, ugyanolyan módon az Egyesült Arab Emirátusok irányító központjában az ottani mérnökök ugyanolyan lelkesek, ugyanúgy tapsolnak és ugyanúgy ünnepelték a pályára állás sikerét. Ez egy fantáziakép az űrszondáról a Mars körül, ez viszont már az első felvétel, amit visszaküldött a Földre, a Tarsis hátság tűzhányói látszódnak rajta, illetve a Mars légkörében vízjégfelhők is megjelentek. És hogy már tudományos eredménnyel is szolgál, az különösen izgalmas, hiszen bekapcsolták az egyik, mondjuk azt, hogy hőmérő szenzorát, és a hőmérő szenzornak a mérési eredményeit látjátok, mínusz 60 és mínusz 120 Celsius fok közöttiek a pöttyök jobb oldalon, és ebből interpolációval kiszámolták a felszínnek a hőmérsékleti térképét, ezt láthatjátok a bal oldalon, tehát már tudományos méréseket is végzett és sikeresen küldött vissza az arab űrszonda az irányító központba, és hát persze dolgozik tovább. Az arab űrprogram azonban nem áll meg egy bolygó körül keringő űrszondánál, hát az arab sivatagban például már felfújható Mars bázis modulokat tesztelnek, egyébként ezen a képen úgy emlékszem, hogy éppen az ausztriai űrügynökséggel együttműködésben, és hát az a terve az Egyesült Arab Emirátusoknak, hogy 100 év múlva,
ezt 2017-ben fogalmazták meg, tehát 2117-ben marsi várost működtetnek majd, amely marsi városnak a prototípusát már el is kezdték építeni az arab sivatagban, egy üvegbúra alatt zárt ökoszisztéma, amelyen belül emberek ezrei, tízezrei élhetnek majd boldogan a Marson, ezt a célt tűzte ki maga elé az ország űrprogramja. Rátérve Kínára, egy más megközelítés, hiszen Kína nem csak próbálkozott, hanem nem is bízta a véletlenre, hanem egy nagyon-nagyon végig gondolt Mars küldetést hoztak össze, ami több elemből áll, és fontos megemlíteni, hogy Kínának ez már a második kísérlete volt eljutni a Marsra, 2011-ben volt egy kudarcuk az orosz űrügynökséggel közösen, így a kínai lett a hatodik űrügynökség, amely elérte a Marsot. A Tianwen-1, ami hát kínaiul mennyei kérdések, égi dilemmák, valahogy így fordítható le kínaiból, 5000 kg tömegű, 5 tonnás az űrszonda, tényleg elképesztő méretű, ezen az ábrán az átlag magasságú emberhez képest látható az űrszondának a mérete, központi egység, antenna, a leszálló egység ugye a felső nagy kúp alakú szerkezetben van, és hát persze az áramellátás biztosító napelemtáblák. És egy másik érdekesség, hát július 23-án indult, egy másik érdekesség, hogy útközben nem felejtettek el arra is figyelni, hogy a világűrben lefotózzák az űrszondát. Ezt pedig úgy csinálták a bolygóközi utazás közben, hogy egyszer csak kilőttek egy kis kamerát a semmibe, ez a kamera fotókat csinált, visszaküldte az űrszondának, aztán eltávolodott a világűrbe valahol félúton a Mars és a Föld között. Ilyen módon ez az első kép, amit láthatunk, amit bolygóközi utazás közben önmagáról készített a semmi közepén egy űrszonda, tulajdonképpen egy eldobható kínai kamerával. Na most a pályára állás az arab szonda után egy nappal, tehát február 10-én történt. Ez már egy izgalmasabb pálya, mert 265 kilométer a felszínhez legközelebbi pontja, tehát igen alacsony, és 12.000 kilométer a felszíntől legtávolabbi pontja, tehát igen elnyúlt pálya. És a tudományos programnak az egyik célja, a keringőegység egyik célja, hogy kiválasszák a leszállóhelyet, hogy feltérképezzék a leszállóhelyet, hogy mire leereszkedik, valószínűleg idén májusban a leszállóegység, addigra már jól ismerjék az ottani viszonyokat. És hát persze vizsgálja a felszíni formakincset, a sugárzási viszonyokat, és itt is megemlítem, hogy a szenzorokat nem csak kínai intézetekben, kínai mérnökök, hanem nemzetközi együttműködéssel számos ország, például Franciaország szakemberei készítették. Na most ez egy fantáziakép megint csak a küldetésről, tehát keringőegység, leszállóegység és gurulójármű, vagyis rover. Ez pedig már az első felvétele a kínai keringőegységnek a bolygóról. Nekem az arab kamerával készült fotó jobban tetszik, de hát ez ízlés dolga. Ez már egy szebb felvétel, itt az északi pólus felett jár a keringőegység, ez az északi jégsapka, és ez pedig már megdöbbentő képminőség. Ez már a felszín egy részlete, 70 cm per pixel a felbontása, tehát a NASA legjobb képei a Marsról olyan 25 cm per pixelesek. Ez nem annyira jó, de azért első próbálkozása nagyon szép teljesítmény, 70 cm per pixeles képek. Ez a nagy kráter, amit itt láttok, ez 600 méter átmérőjű, tehát a kínaiak úgy tűnik, hogy gőzerővel hozzák be a lemaradást, és ők is elkezdik feltérképezni a Mars felszínét nagy felbontásra. Ez két héttel ezelőtt lett publikus ez a felvétel, elég jó minőségű meggyőzőként. Egy kis videó részletet is találtam, hát ez egy propaganda videó. Keringőegység, a leszállóegység, és majd elindul valamikor májusban a gurulójármű a felszínre. Igen. Így. És akkor térjünk rá zárásképpen az amerikai küldetésre, a Mars 2020 roverra és helikopterre. A NASA-ról érdemes tudni, hogy ez már az ötödik marsjáró típusú űrszondája, 4 sikeres már a háta mögött van, július 30-án indult, és február 18-án magyar idő szerint csütörtök este pár perccel 10 előtt hágott a tetőfokára az izgalom, élőkép a NASA irányító központjából, mindenki lélegzett visszafolytva figyelte a NASA TV adását, remélem ti is. A leszállóhely kiválasztását évekig tartó tudományos egyeztetés előzte meg, és végül a
Jezero kráterre esett a választás. Ugye a Jezero az tulajdonképpen egy szláv kifejezés és tavat jelent. Ez a 45 kilométer átmérőjű kráter. Fantáziaképpen ilyen lehetett valamikor a múltban, a több milliárd évvel ezelőtti nedves Mars időszakban. És érdemes megfigyelni bal felül, hogy egy kacskaringózó folyó torkollik be a kráterbe, majd jobb oldalt ki is megy belőle egy másik folyó. Na most, ahol betorkollik ez az ősi folyó, ott egy delta üledék kúp, egy delta torkolat szerűség alakult ki, és lerakta több rétegben egymásra a magával hozott hordalékot. Ez pedig azért izgalmas, mert hogyha ebben a rétegsorban több helyen mintát tud venni a rover, akkor a Mars múltjának különböző időszakaiba pillanthat be, és vizsgálhatja meg a vett mintának mondjuk a szerves anyagtartalmát, és így kereshet biomarkereket, vagyis a múltbeli élet jelenlétére utaló, ősi jelenlétére utaló bizonyítékokat. A leszállás lenyűgözően sikerült, a landolási ellipszist mutatja a vastag vonal középen felül, ez csupán 8-szor 7 kilométeres ez a landolási ellipszis, nagyon pontosan megtanult a NASA célozni, a halványabb szaggatott vonalak pedig a korábbi leszálló egységeknek a sokkal-sokkal nagyobb landolási ellipsziseit mutatják, tehát azt a területet, amelyen belül valahol földet ért a szerkezet. Most a rovert hivatalosan Perseverance-nek hívják, ami kitartást jelent, ez egy 1000 kg-os, 2 méter hosszú jármű, ebbe a burkolatba volt becsomagolva leereszkedés közben, és a fantázia képen pedig így néz ki. Nagyon sok kamera van rajta, az árbóc tetején, a fejében, műszerek a robotkaron, hatkerekű jármű, egy tényleg nagyon fejlett szerkezet, és vitt magával egy olyan kis helikoptert, vagy drónt, amit Ingenuity-nek, vagy magyarul találékonyságnak hívnak, ennek a tömege alig 2 kg, viszont jó nagy méretű propellerei vannak, úgyhogy mindenki abban bízik, hogy a ritka marsi légkörben fel fog tudni emelkedni. Ez a drón, ez a rovernek az alvázára, alulra van felrögzítve, és hamarosan megkezdheti az első próba repülést majd április 8-án. Ugye így néz ki együtt a rover és a drón, és hát a kutatási program már említett életnyomok keresésére fókuszál, de emellett fontos, hogy fúrás mintáit nem csak ő maga fogja megvizsgálni, hanem a fúrás minták egy részét elrakja egy jól lezárt dobozba, ott hagyja a felszínen, azért, hogy egy évek múlva odaérkező és pontosan leszálló szerkezet be tudja gyűjteni, és elindulva a Marsról vissza tudja hozni a Földre. Tehát egy minta visszahozó küldetést is előkészít ez a rover, illetve magával vitt egy olyan oxigén előállító berendezést, ami a Mars légköréből, a széndioxid légkörből oxigént gyárt, csak tesztelés céljából, de ha működik, akkor később, már amikor emberek is mennek a Marsra, akkor ehhez hasonló oxigén előállító szerkezettel tudnak majd az űrhajósok számára oxigént termelni a Mars légköréből. Ez a videó, vagy ez az animáció azt mutatja, hogy milyen távol van egymástól a két bolygó, ahogy keringenek a nap körül. Ugye a távolság akár a 390 millió kilométert is elérheti, ami a bolygóközi üzenetek haladási idejére tragikus következménnyel bír, akár 21 perc is lehet, amíg a fénysebességgel közlekedő rádiójelek elérnek a Földről a Marsra, vagy a Marsról a Földre. Ilyen körülmények között pedig nem lehet kézzel irányítani a szerkezetet, ezért a leszállás teljesen automatikusan történt. Van egy animáció, ami ezt fantasztikusan bemutatja, de én most direkt nem az animációt raktam ide, hanem az igazi felvételeket. Tehát ez nem a jól megszokott animáció, hanem ezek bizony valódi felvételek. Így nyílt ki a fékezőernyő ereszkedés közben a Mars légkörében, bal oldalt lassítva látható, ahogy elkezdte maga alá gyűjteni a Mars ritka légkörét, és lassította az ereszkedést. Így vált le a hővédő pajzs, ezek igazi felvételek, így vált le a hővédő pajzs az ereszkedő űrszondáról, ez egy lefelé néző kamerának a felvétele. Most egy kicsit bele fogok tekerni, elnézést, így kémleli a maga alatti terepet, és a fedélzeti számítógép folyamatosan vizsgálta és irányította az ereszkedést. Annak itt most a delta látszik, jobb felül a delta üledékeknek a pereme látszik, és így tudott
nagyon jól célozni, hogy hová kell neki leereszkednie, és az ereszkedés pillanatai, hát nem élő, de rögzített videófelvételen, javaslom, hogy ezt nézzük meg. Meters per second, altitude about 300 meters. 300 méter. Elfújja a port. Most az égi daru működésbe lépett, 20 méter hosszú kábelen leeresztette az ereszkedő egységről magát a rovert, kinyíltak a kerekek, és ebben a pillanatban eléri a Mars felszínét. Ez igazi videófelvétel. És most levált az ereszkedő egység, az égi daru, arrébb ment, becsapódott a felszínbe, és így ünnepeltek a NASA irányító központjában. Ez történt tehát 21 óra 55-kor magyar idő szerint a leszállás napján. És hát ugye innentől már csak néhány fotó, és be is fejezem az előadást. Miközben ereszkedett a Mars légkörében a szerkezet, a marsi keringőegység, a Mars Reconnaissance Orbiter arra nézett föntről és fotózott, és a fotóján látható a nyitott fékezőernyővel ereszkedő szerkezet. Ez volt az első kép, az első fotó, amit visszaküldött a Földre, leszállás után 10 perccel, itt még poros a kamerának a borítása, ez már színes kép, itt már levették róla a borítást. Föntről szépen megtalálták a lehullott fékezőernyőt, illetve maga a rover is a kép közepén látható, ahogy a Mars felszínén áll. Az első gurulások nyomai a Marson, ezek már egészen begyakorolt, a korábbi szerkezetekkel, a Curiosity-vel, meg az Opportunity-vel, Spirit-tel begyakorolt műveletek, egy szép felvétel a közelében kibukkanó üledékes rétegekről, és ez pedig a robotkarjával benéz az alváz alá, itt már levált róla a helikopternek, a drónnak a védőburkolata, középen látszanak a drónnak az elemei, és itt pedig az a tesztpálya, ahol a drón az első repülését megteszi majd, egy teljesen sík, sima terület. Látszik, hogy kijelölték a repülési zónát a Marson, ahol a drón zavartalanul repülhet, és ez pedig az utolsó videó, amivel zárnám az előadást, azt mutatja meg, hogy mi történik majd április 8-án. Tehát teljesen működőképes lesz a drón, arrébb gurul tisztes távolságba a rover, bekapcsolja a kameráit, és az emberiség szempontjából történelmi pillanat, repülni fogunk egy másik égitest felszínén. Remélhetőleg sikeresen, valahogy így. Mindent rögzít majd a rover természetesen. Először azt hiszem, hogy fél percig fog repülni a drón, és talán 3-4 méter magasra megy csak fel, de ha az sikerül, akkor a kamerájával, aztán magasabbra is megy, és a kamerájával olyan részletes képeket tud csinálni a felszínről, mint amilyen felvételekkel eddig még a Marsról nem rendelkeztünk. Úgyhogy a következő dolog, amiért érdemes izgulni, az április 8-án az Ingenuity első tesztrepülése lesz a Mars felszínén. Én pedig ezzel nagyon szépen köszönöm a figyelmet, még egyszer gratulálok minden pályázónak, és akkor hallgassuk meg végre az eredményeket.